keddi kaleidoszkóp sorozatnak lényege pontosan az, hogy jelentős előadó művészek, alkotó művészek és művészetelméleti szakemberek munkájába bepillantást nyerhessen a közönség, és általában a beszélgetés középpontjában egy új alkotás, egy új művészetelméleti munka áll. És akkor most nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Ács Margit, írónőt, aki számos szakmai kitüntetése mellett a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével is ki van tüntetve, és hát most bizonyára mindenki tudja, hogy Prima Primissima díjra is jelölték Ács Margitot. Az apropója a beszélgetésnek, illetve Ács Margit meghívásának a Vadonatúj könyve, a Párbaj című regény lesz, ami most érkezett éppen a nyomdából, úgyhogy igazán friss ez a munkája. Nagyon nagy öröm számunkra, és igazán megtisztelő, hogy Keserű Katalin művészettörténész, aki egyébként szintén rendelkezik Prima díjjal, és ezzel a bizonyos tiszti kereszttel és Széchenyi díjjal, úgyhogy minden létező kitüntetése. Tehát, hogy Keserű Katalin művészettörténész elfogadta a meghívást, és ő fogja ezt a beszélgetést vezetni. Kedves Margit, hölgyeim és uraim! Olyan pálya áll Margit mögött, ami ugyan teljes mértékben az irodalomhoz kötődik, de ha akár az esszéit, akár a novelláit vagy kisregényeit olvasjuk, mindig szóba kerül bennük a képzőművészet, mint ahogy ebben az új könyvében is, azt hiszem 74-ben vagy 75-ben jelent meg első publikációja, akkor onnantól kezdve 5 prózakötete jelent meg, a Csak víz és levegőtől kezdve, ami egy 77-es kötet, a Kontárok idejéig, ami éppen 5 éve jelent meg, és igazából regénye eddig nem jelent meg, csak kis regénye. 2 esszé és kritika kötete is jelent meg Margitnak, aki azt mondja magáról, itt idézem, megszólaltam, mint a hangvilla, amit megütöttek. Tehát teljesen magától értetődőnek veszi azt, hogy reflektál az eseményekre, azok akár irodalmiak, akár tudatban követhető, társadalmi tudatban követhető változások. Olyan könyveknek a szerkesztője, lektora volt, mint Hajnóczi Péter kötetei, vagy tudjuk a Sorstalanság című könyvnek, vagy Balázs József 80-as évekbeli kisregényeinek, vagy regényeinek a szerkesztőjeként, amely írásoknak a fő gondolatait kapcsolatba lehet hozni ezzel a könyvével is. Így tehát a Hajnóczi kapcsán ő írja, hogy a szeretet éhség és a szeretni nem tudás. Elmondtad, hogy milyen a pályámon mik érdekeltek valóban. Mindig érdekelt a közélet is, de legelsősorban mindig az emberi kapcsolatok érdekeltek, és azért azt gondolom, hogy amikor ezekről a kapcsolatokról, emberi kapcsolatokról valami képet alkottam írásban, akkor óhatatlanul belekeveredett a politikai környezet is. És hát természetesen az is, hogy ezek a szereplők gondolkoznak, van véleményük, tehát elég sok olyan elemet is mindig belefoglaltam az írásaimba, amiket inkább esszében szokás vagy tanulmányban megírni. És hát aztán az a bizonyos 2 esszé tanulmány kötet, amiről beszéltél, az pedig olyan időszakban született, amikor nem írtam szép prózát. Éppen azért nem írtam, mert túl sok volt a politikai tartalom, a társadalmi tartalom, ami akkor érdekelt és lekötött, és túlságosan indulatos voltam, túlságosan közelesett. És ezért azt gondoltam, hogy ha megírom ezeket az esszében, tanulmányban, ezeket az indulatokat kiírom magamból, akkor ez az anyag, ez lecsökken annyira a novellák számára, hogy azért nem nyomja agyon.
Köszönöm. Akkor most rátérnénk a Párbaj című regényre, ami egy három fejezetes történet, a párbaj, a harag és a háború részekből áll, ami egy történeti kronológiát képvisel. Így rögtön az első sorával a dolgok közepébe kerülünk, in medias res, mondják, egy albérleti szerelem kellős közepébe, és itt egyes szám első szemében beszél az író, és tehát két ember tűnik fel, akikről szólni fog a könyv, megtudjuk a keresztneveiket, Paula és Imre, azonban hamarosan bevezet egy kommentátort, egy harmadik szemét, Margit, aki a mában olvassa ezt az egykori történetet, hogy ez egy régi történet, ugye a 60-as, 70-es évek lehet, azt akkori kultikus filmek emlegetéséből tudhatjuk meg, mint például a Nagyítás, vagy a 8,5 emlegetéséből, de a kommentátor ma olvassa, de hogy mit olvas, leveleket. Katalin említette ezt a kommentátort, tehát a harmadik fontos szereplőt. Én 20 éve forgattam magamba ezt a témát, egy rossz házasságnak, egy nagyon sok szenvedést okozó házasságnak a témáját, és nem találtam rajta fogást. Nem tudtam megírni, mert szembe találtam magam azzal a kérdéssel, hogy a megírás során valakinek óhatatlanul igaza lesz, mert valakinek a szemszögéből írom meg, és az borzasztóan sarkítja a dolgokat, és ebben eltévedtem, mert kezdettől fogva tudtam, hogy ezt az ősi párbajt, a férfiak és nők párbaját nem lehet úgy megoldani, hogy az egyiknek igaza legyen, és a másiknak ne legyen igaza. Ráadásul a történetem szerint mind a kettő szenved, nem csak az én történetem szerint, hanem a valóság szerint is mindenki szenved, hogyha egy ilyen konfliktusos, megoldhatatlan kapcsolatban él. Tehát így sem akartam igazságtalanságot elkövetni, és egyszerűen nem találtam a megírásnak a lehetőségét, amiben ez a kettős igazság kiderül. És óriási szerencsémre, teljesen a véletlen adta a kezemre ezt a helyzetet, hogy van egy özvegy, aki ezek fölött, a papírok fölött, amik maradtak, a hagyaték fölött rendelkezik, és ha akarja, megsemmisíti őket, és megszünteti az egészet. Tehát ez a lehetőség, ez megadta, a kezembe adta azt, hogy úgy írjam meg a történetet, hogy ne kelljen azzal foglalkozni, hogy kinek van igaza. Mert mind a kettőnek igaza van a maga módján, mindegyik a saját sorsa, a saját predesztinációja, a saját alkata szerint él, nem tud másképp élni, és mégis ekkora szenvedésbe bonyolódnak. Nem, ez egy elég szomorú regény, azt hiszem, de azt mégis sikerült megúszni, hogy ítélkező regény legyen, nem ítélkezik senki fölött. És én ezt fontosnak tartottam azért elmondani, hogy ez a helyzet, ez a párbaj vagy háború, ez nem azoknak az embereknek a bűne, akik ebben a regényben szerepelnek, nem az ő fogyatékosságuk, hanem valamiképp abból következik,
amit itt a borítószövegen az utolsó sorban, vagy valamelyik sorban olvashatnak is, hogy nem sikerült még azt az új állapotot feldolgozni igazán érzelmileg, és hát főleg az ösztöneink nem befolyásolhatók ebben a tekintetben, hogy a nőszerep ilyen mértékig megváltozott az elmúlt 150 évben. Na most, amit a következne, egy olyan pillanat a Paula életében, vagy egy olyan korszak, amikor a családi élet megfosztja a szabadságától, korábbi, egyébként boldogtalan szabadságától. Ezt a töredéket felolvasnám mutatóba. Édes Boriskám, nagyon jól esett, hogy bejöttél hozzám, kár, hogy éppen a főszerkesztőm is itt volt, és nem tudtunk beszélgetni. Pedig mennyi mindent kérdeztem volna tőled, hogy érzed magad múzeumigazgatóként, hány naponta jössz fel Budapestre, mit szól István a féle legényélethez, sikerült-e már eladni a lakását, ha nem, miképpen tudtatok már is beköltözni a pasaréti csodalakásba. Ezekre a kérdésekre tehát rendületlenül várom a feleletet. A betegnek mindig azt szokták mondani, hogy jól néz ki, te is ezt mondtad biztatóan, de látom a tükörben, amit látok. Ugyanakkor közel sem nézek ki olyan rosszul, mint ahogy érzem magam. A tompító szerektől émelygek, a fejem nem fáj olyan élesen, mint korábban, de nehéz, áthatolhatatlan sártömeggé vált az agyam, és csak tudatos jóga légzéssel jutok levegőhöz, a rendes levegővétel csupán a megfulladásomat lassítja. A kettős látás is megmaradt, nemigen tudok olvasni, ezért valószínűleg a levelem tele lesz hibával, kérlek nézd el nekem. És közben én magam sem értem, Imre és más se érti, mi a nyavaja van velem. Igazán nagyszerű, sikerű gyerekeim vannak. Balázs megnyerte az iskolai versmondó versenyt is, és a harmadikosok matek versenyét is. Julikától el van ragadtatva az elsős tanítónéni. Egyébként a mostoha húgon viszi haza őket a napköziből, Imre addigra általában hazaér, és ha este el kell mennie, egy hallgatója vigyáz rájuk némi fizetségért. Szóval megvannak, de kínoz a lelki furdalás, hogy én csak itt döglök az ágyon, ők meg anyátlanok, idegenekhez kell alkalmazkodniuk, pláne épp most, hogy Gyulika elsős. Itt a kórteremben elhagyott nők, alkoholista férj mellett senyvedő asszonyok között fekszem, csak nézik, amikor Imre hozza a kimosott hálóinget, a szőlőt, anyám vasárnapi menüjéből a rántott csirkét. Milyen rendes ura van, mondják, s látom a kérdést az arcukon, mi a franc baja van akkor ennek az elkényeztetett libának. Tehát nem elég, hogy pocsékul érzem magam, hanem még szégyenkezem is miatta. 12 évvel ezelőtt voltam utoljára a kórházban. Ja, persze a szülésekről elfeledkeztem, de azok nem is számítanak. Csak az idegosztályon való kezelésre gondolok. 12 éve Imre még csak a mentorom volt, és kávéházakban tartottuk kétszemélyes szemináriumainkat, de beállított a kórházba 3 narancssal, a szakszervezet ajándéka, és nagyon zavarban volt. Épp anyám, húgom és nagynéném ültek körül az ágyamat, és amikor elmentek Imre, nem győzött gúnyolódni, hogy szegény, elhagyatott, magányos árvalány létemre szifogó tömegeken kellett átverekednie magát a beteg ágyamig. Hogy van ez? Altatókúrán voltam, akkor is a fejfájás és a kettős látás miatt nem tudtam koncentrálni, homályba vesztek a grafikák, amiket be kellett szerkesztenem a labba, heteket töltöttem betegállományban, már félő volt, hogy kidobnak az állásomból. Ezért mentett ki az ideggyógyásznő a kórházi osztályára, de hát rám is fért egy kis gyógyulás. Majdnem egész nap szundikáltam, nagyjából, mint most. Éjszaka sem aludtam mélyen, folyamatosan álmodtam. Vagy olyasféle filmek peregtek előttem, mintha álmodnék.
Imre 3 narancsos látogatása után is filmet láttam. Egyszer mesélte, hogy a baráti körében volt egy nagy buli, amelyen éjfél után eléggé bekonyakozva egy társasjátékot kezdtek játszani. Szánon mennek a végtelen síkságon, mögöttük farkascsorda, amely már majdnem beéri őket, valakit ki kell dobni, hogy könnyebb legyen a szán, és hogy előnyre tegyenek szert, mi alatt a farkasok széttépik az áldozatot. Mindenkinek fel kell írnia egy szelet papírra egy nevet, hogy ki legyen az, akit kidobnak. Aki a legtöbb szavazatot kapja, kiesik a játékból, amely addig folytatódik, míg két személy marad a szánon. Ebben a bizonyos társaságban az történt, hogy mindenki ugyanazt a nevet írta az első papírra, mindenki, kivétel nélkül, pontosabban az illető céduláján áll csak más név. Imre megmondta, ki volt az, jól ismert ember egyébként, de nem lenne szép, ha kiadnám, s te valószínűleg nem is ismered. Halálos sápot lett szegény, és azonnal elment. Az én filmemen a szánon ült mindenki, akihez közöm van. És elkezdtem kihaigálni a farkasoknak a kollégáimat, a barátaimat, a családomat sorban. Ezt inkább előbb ez menjen. Így valami fontossági sorrend alakult ki. Imre maradt utoljára. Őt mindenkinél inkább meg akartam tartani. Érdekes felismerés volt. Ezután kezdődött a viszonyunk. Szóval tulajdonképpen ez a féléber állapotomban gyakorolt teljes őszintesség hozzásegített a felépüléshez. Most nem tudom lejátszani a játékot. Gondolni sem tudok rá. Sokkal bonyolultabb az életem. Sokkal kevésbé tudom, hogy mit érzek, mert nem számítanak az érzelmeim. El kell látni a gyerekeimet, Imrét, a munkámat, ha törik, ha szakad és kész. Szót kell értenem a kollégáimmal, a családommal, a barátaimmal, mert ők alkotják a szilárd talajt alattam, amelyen építgetem, összerakom a napjaimat egymás után. Az életemet, magamat. Legalábbis azt a szemét, aki most vagyok. És ebbe a magamba számos nem szeretem elem, kényszercselekvés épül be. Néha az ember úgy találja, nem is az ő élete, amit él, de egyetlen kavicsot sem mozdíthat ki a helyéről, mert összeomolna az egész. Az se volt jó, amikor 12 évvel ezelőtt szembesültem az emberi kapcsolataim gyöngeségével, vagyis azzal, hogy Imrén kívül nincs senki. De most azzal szembesülök, hogy hiába vagyok ezer szállal bekötve a világba, nem tudom, mi igaz és mi nem a velem történtekből, mi az enyém, amit akartam, akarok, és mi puszta mechanikus alkalmazkodás. Bocsáss meg, hogy ilyen zavaros fejtegetésekbe bonyolódtam, vedd úgy, hogy ez tipikusan olyan levél, amilyet az idegosztály 138-as kórtermében írtak, Paula. Van egy olyan feszültség, aminek ez a levél is hangot adott, és ami növekedik a Kajtár Paula személyiségében. És másrészt ezeken a leveleken keresztül, mint például a barátnővel folytatott levelezés, megismerünk egy olyan hangnemet is, ami a szerelmével vagy férjével kapcsolatos levelekben nincs benne, vagy esetleg olyan gondolatokat és olyan kijelentéseket és olyan elemzéseket is olvasunk, ami kizárólag vagy feltehetően főként inkább barátnők egymás közti levelezésének lehet a témája. Tehát egy, úgy is mondhatjuk, hogy női téma. Aki egy kicsit is ismer meg, aki hát tudja az életrajzomat, abban fölmerülhet, hogy ez a regény egy kulcsregény. Majdnem kikerülhetetlen, hogy annak fogják olvasni, mert hogy egy nőírónak a elbeszéléseit mindig kis pletyka-ésséggel olvassák az emberek, és
ez már nem egyszer megfigyeltem, hogy valóban teljesen 100%-ig fikciós írásaimat is úgy olvastak, mintha velem történt volna meg. Itt valóban ebben a regényben egy nagy részben a saját élettapasztalatomat dolgoztam fel, de rendkívüli módon figyelni akartam arra, hogy teljesen eltávolítsam. Először is hát ennek a regénynek is legalább a 60%-a totálisan fikció. De azt hiszem, hogy senki meg nem mondaná, hogy melyik az a rész, ahol reális élettapasztalat, úgymond valóság van a regényben, és melyik az, amit a képzelet teremtett hozzá. A művészetben, vagy hát legalábbis az irodalomban nem is nagyon lehet szétválasztani a fikciót a valóságtól, mert a fikción is arra törekszik, hogy valóságnak látszódjék, és a valóság, és hát mi az, hogy valóság? Hát abban a pillanatban, hogy leírom, abban a pillanatban már csinálmány. Ilyen értelemben tehát fikció. Ezt a problémát, hogy realizmus, ezt nem is lehet ezekkel a fogalmakkal megközelíteni, hogy mennyi a műben a valóság elem, és mennyi a fikció, mennyi a szociográfikus elem, és mennyi a a mese elem. Így ez nem írhatja le pontosan azt, ami a mű. Izer imagináriusnak nevezte azt a bizonyos állapotot, ami a művészetben létrejön. Tehát olyan valóság, ami nincs, saját tapasztalataim, élettapasztalataim is, ami ebbe a regénybe, vagy bármelyik másik korábbi munkámban benne van, az abban a formában nincs, abban a formában soha nem volt. És ez egy hát érdekes állapot az írónak, amikor így kivégzi sorra a saját kincseit az emlékezetéből, mert ezeket tulajdonképp úgy írja ki magából, hogy soha többé nem tudja, hogy mi is történt valójában, hogy mi is volt. A saját emlékeit fölemészti. Nincs modellje, festő modellje a Paulának. Én ebben megpróbáltam egy hát ugyanis én természetesen az irodalmi életnek a viszonyait, egy írónak a alkotói gondjait ismerem jobban. De miután jeleztem, hogy én nem akartam, hogy kulcsregény legyen ez a könyv, azért választottam egy másmilyen művészeti ágat, és művészeti ágat kellett választanom, mert itt ennek a kapcsolatnak az egy a párkapcsolatnak az egyik aknája, amire ráfut, az a szakmai féltékenység, ami nagyon furcsán merül fel, ugyanis a művészettörténész kritikus férj maga is alkotó művész szeretett volna lenni, amit valamilyen okból az életében nem tudott megvalósítani, és emiatt hiába szolidáris a feleségével, és segíti annak a pályáját, amennyiben ezre szüksége van, ezt nem tudja mégsem elviselni, ezt a közelségét egy alkotónak, ami állandóan a saját kudarcára emlékezteti. Ezért művésznek kellett lenni, mert ilyenfajta féltékenység csak ezen a területen képzelhető el házaspárok között.
Paula betegségének az egyik ismérve, vagy az egyik dolog, ami megjelenik, hogy kettős látása van. Uh-huh. És én azt gondoltam, ami ugye a kettős látás nyilván egy kegyelmi állapot egy képzőművész számára, hogy ez vajon nem függ össze a világlátásnak ezzel a kettősségével, hogy horizontálisan és vertikálisan is látni valamit. Hogyha valaki beleolvassa, az ellen nem lehet kifogásom, mert a szavaknak saját életük van. Tehát ennek a szónak, hogy kettős látás, saját élete van ezentúl. Az utolsó oldalakon, a legutolsó sorokban egyrészt azt olvassuk, hogy van egy ilyen mondat, hogy még Imre és Paula gyerekei is jobban járnak, ha szüleik értelmetlen háborúzásáról nem lesz bizonyíték. Ugye akkor gondolkodik erről a válogató, amikor azt mérlegeli, hogy megtartsa vagy kidobja az egész cuccot. Tehát elhangzik egy ilyen mondat, hogy a szüleik értelmetlen háborúzása. Utána pedig a legutolsó előtti sorban azt mondja, hogy irat megsemmisítő lenne jó, de elég lesz egy nagyobb olló is. Tehát előrevetítő, hogy mit fog ő kezdeni ezzel a halmazzal. Igen. Tényleg ennyire értelmetlen férfi és nő háborúzása? Hogy a könyv ide fut ki? És legjobb, hogyha kidobjuk az egészet. És egy minél nagyobb irat megsemmisítőt próbálunk venni. Hát most az a furcsa, hogy az történt, amit akartam, hogy az olvasó sajnálja, hogy megsemmisíti az özvegy ezeket a leveleket, mert hogy ebben egy olyan nagy élet és nagy szenvedély rajzolódik elő, de hát az özvegy az fogja magát és megsemmisíti a férje érdekében, mert ez megzavarná a férjének a tiszteletét, kultuszát, és hát így dönt. Na most én eredetileg ezt az özvegyet egy primitív nőszemélynek képzeltem el, de amikor írtam, sorra írtam a dolgokat, akkor az özvegy is én is lettem, az is én vagyok. De azért az özvegy, ahogy mindegyik szereplő, saját életet is él, és ebben ő egy ilyen józan és praktikus, hűséges feleség, aki így dönt, meg fogja semmisíteni, igen, meg fogja semmisíteni, és az olvasó sajnálja, és akkor én célt értem. De hát az persze, hogy értelmetlen volt az a háború, amit ezek a szereplők végigéltek, értelmetlen szenvedést okozott, de hát mégiscsak ebbe telt el az életük. Nincs ítélet, nincs igazságosztás, nincs kimondás. Azt hiszem, hogy ezzel tudtam legjobban teljesíteni azt, hogy egy olyan történetet írjak meg, ami hát valamennyire mozgósítja az emberek érzelmeit és belátását. Feloldozó történet tulajdonképpen, miközben két szélsőség között dobál minket a szörnyűségek és a boldogságok között. Én köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm, és akkor kívánom, hogy mindenkinek rendkívül élvezetes olvasmány nyújtson ez a párbaj. A közönségnek meg köszönöm a figyelmet, és hogy eljöttek, és... Hát viszontlátásra!